Stílszerűen kisgyerekek vágták át a falu újjáépített játszóterének avató ünnepségén Kurdon a nemzeti színű szallagot, persze némi felnőtt segédlettel még. Nem szokványos történet, az enyészetnek indult, vandálok által is tönkretett, még több játékkal ellátott, nagyszerű természeti környezetben levő kurdi játszótér megépítése, újjászületése. Ami figyelemre méltóan érdekesebben, nem volt ugyanis erre pályázati pénz egy fillér se. Ennek ellenére a nemes cél megmozdította a kis települést. Az önkormányzat szűkös keretéből és számos adakozásból, felajánlásból több mint 1 millió forint jött össze első lépésben. Az 1,3 millió az tehát tisztán az anyag, a játékok, tehát a vásárolt játékok, a nem adományjátékok, csak a vásárolt játékok, és a hozzávalók, tehát a szegélykő, homok, kavics és azok az építőanyagok, amiket felhasználtunk. Nem volt hiány egyéb további felajánlásokban sem. Van, aki éppen Erdejéből fát adott, a roma önkormányzat például komplett kis házat vásárolt a játszótérnek. A sor még folytatható lenne. Az összefogás szép példája bontakozik ki a megújult kurdi játszótér ügyében. Egy a dologban érintett anyuka volt a sikeres összefogás elindítója, mondhatni főszervezője. Hittem benne, és voltak olyan emberek, akik erősítettek ebben a hitben, és kérdés nélkül vittek magukkal egészen a célig, így sikerült. Az 1800 lélekszámú Kurdon az utóbbi időben szép számmal születtek kisgyerekek, ezért is vált közügyé a játszótér megújítása.